Köszöntöm a Fonyott Televízió nézőit, Önök Téma című műsorunkat látják, és köszöntöm a stúdióban Muszti Zsoltot és Zsiga Csabát, szervusztok! Sziasztok! Egy rendezvény kapcsán fogunk most beszélgetni, Boróka emléktúra volt április elején. Zsolt! Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntök mindenkit! Hát, nem szeretném nagyon hosszan kezdeni. A lényeg az, hogy én Muszti Zsolt vagyok, a Borókának az édesapja, és volt nekünk, aki nem tudná, volt egy beteg kislányunk, aki elment közülünk. Talán annyit érdemes bevezetésként elmondani, hogy mi soha nem kértünk senkitől semmilyen segítséget, sem anyagi, sem tárgyi dolgot, viszont ennek ellenére azt gondolom, hogy rengeteg segítséget kaptunk, mind anyagi, mint emberi oldalról, itt Fonyódon, az emberektől, és aztán tágabb körbe. Így kapcsolódott be a Csaba is hozzánk, hogy egy bicikli Balaton tekerése közben egy fogadást megnyert, és a fogadás összegét felajánlotta számunkra. Tehát innét indult a mi kapcsolatunk a Csabával. A Boróka közben elment közülünk, a Csabában megfogalmazódott a gondolat, hogy jó lenne ebből hagyományt teremteni, és valakit segíteni minden évben gyűjtés formájában. És minket kért meg, hogy keressünk olyat, aki erre alkalmas. És tulajdonképpen először húzódoztunk is róla, mert nem találtunk konkrét személyt, míg végül azon az osztályon, ahol mi voltunk, Pécsen a gyermekklinika onkohematológiai osztályán, ott van egy alapítvány, ami az ő alapítványuk, aki nagyban segíti a beteg gyerekeknek a hétköznapjait, tárgyi, anyagi feltételekben, és ő rájuk esett a választás, hogy nem személyesítjük ezt meg, hanem ott mi szerintünk jó helyen van ez a gyűjtés. Ezen kívül, és ezért jött létre ez a biciklitúra, hogy lehetőséget biztosítsunk a továbbiakban a ezen gyerekeknek az életkörülményeinek a javításában. Hát vegyes érzelmek, mert a lényeg az, hogy most is azt az elvet követtük, hogy mi nem kérünk semmit. A túra ingyenes volt, mindenki saját felelőssége vett részt, és mindenki a saját anyagi helyzetének megfelelően támogatott az alapítványt. A cél az emlékezés volt, és hogy egy nagyon jó napot eltöltsünk együtt. Én azt gondolom, hogy nem szomorúsággal, nem busakodással, hanem emlékezéssel, és igazándiból a segítenési vágy vitte az embereket előre. Úgyhogy köszönöm szépen, én ennyit szeretnék mondani. Csaba, visszakanyarodva erre a bizonyos egy évvel ezelőtti fogadásra, amit akkor megnyertél, ennek az ötlete honnan jött? Hát ez igazából egy olyan fogadás volt, hogy meg nem nevezem a vállalkozót, egy északi parti vállalkozó barátom, aki szeret nagyzolni, nagy kártyásom úgy az illető, és azt mondta, hogy na, fogadok veled, hogy ugye elkezdtem, én rengeteget tekertem, és mondta, hogy fogadok veled, hogy november volt, és mondta, hogy március, azt hiszem, 10-én? Mindegy, március, kitűztünk egy napot, március 10-e, ha esik, ha fúj, ha fagy, ha jég, ha hó, teljesen mindegy, 6 óra időtartam környékén, plusz-minusz 10-20 perc az nem számít, de tekert körbe Balatont, ha körbe tekered, 100.000 forintot kapsz, ha nem tekered körbe, nem kell adnod semmit. Igazából ez egy olyan fogadás volt, amit nem lehetett nem elfogadni. És srác az életében nem jótékonykodott, soha nem csinált semmit, mindig a pénz számított neki, ezért elkezdtem tekerni. Szerencsém volt abban az időben, azért előfordulhatott volna, hogy lesz jég, vagy eső, vagy hó. Mindegy, elkezdtem tekerni a Balaton körül, és ugye a Borókát én ismertem, a szüleit is ismertem, bejártak hozzám a kávézóba, és nagyon szerettük, nagyon aranyos kislány volt. Születése óta szinte ismertük, sőt, még terhesen is bejöttetek néha egy meleg szendvicsre, úgyhogy igazából mentoros meleg szendvicsen nevelkedett a Boró. Nagyon szerette a mentót, meg ott a mentóban lévő embereket. Na mindegy,
ugye többször megbetegedett, volt egyszer neki egy betegség, két éves korában kezdődött, ugye? És akkor utána volt egy fellélegzés, hogy hátha sikerült leküzdeni, de aztán kiújult újra, és már nem tudtam követni se, meg hát az ember ilyet nem is nagyon követ. Mindegy, lemaradtam a koncertről is, ami volt egy ilyen jótékonysági koncert. Ez itt volt a házban. Arról is lemaradtam. Kicsit úgy szégyeltem magam, hogy két havonta egyszer rákérdeztem, hogy mi a helyzet a boróval. Mondták, hogy ilyenkor nem szeret az ember nagyon kérdezősködni, mert nem lehet tudni, hogy most... Nem egy jó dolog. Na mindegy, és akkor amikor láttam, hogy megnyerem ezt a pénzt, ugye élő videót közvetítettem erről az egész menetről, akkor azért felhívtam a Virágot, mert nem szerettem volna ajtóstól rontani a házba. És hát nagyon örült neki. Mondta, hogy hát nem is akarja elhinni. Hozzáteszem én is, hogy ők soha tényleg nem kértek semmit. De nagyon örült neki. Hát mondom, akkor már csak azért is. Ez olyan lendületet adott ott, mondom, Fűzfőtől, vagy Fürettől. Igen, Füreden a benzinkutón hívtam fel a 100 km, az pont a fele, de akkor már éreztem, hogy meg lesz. Olyan lendületet adott ez nekem, hogy szembeszél, de akkor is megcsináltam, letekertem. Sikerült is. Egy ilyen élő videóval még el is mondtam, hogy akkor most jót tettem a barátomnak a lelkével is, mert adományozott, jó helyre kerül a pénze. Na és akkor nagy örömmel vittem a Zsoltékhoz, de hát szegény ott csak ott hitetlenül, hát most nem egy nagy összeg, de mégis óriási összeg, mert ilyen szinten, amilyen szinten ez a betegség van Magyarországon, több millió forint se lenne elég, 100 000 forintról volt szó, de nem a betegség miatt, most pont jött a húsvét, Borónak volt egy kis álma, hogy akkor bringázgatás, meg kicsi kis kerékpározás lesz, meg mit tudom én. Na mindegy, ez úgy meg ihlette egy csomó embert, tényleg hihetetlen volt, mert ugye feltettem én ezt élőbe, ezt az egész menetet. Ha mindenki mondta, hogy úristen, még, mert ugye volt egyszer a 100 000 forint, pluszban még akkor nagyon sokan utaltak nekem, hogy adjam oda a családnak. Név nélkül utaltak. Azért én elmondtam, mert én ragaszkodtam hozzá, hogy én szeretném elmondani legalább a családnak, hogy kik azok az emberek. És akkor így, hát nem tudom, akkor hirtelen még 10 000-ek, 15 000, 5 000, tehát egy mindenki adogatott. Tényleg sokan adtak. Plusz a Jankos Bike felajánlott egy kis bringát, egy rózsaszín kis kerékpárti háromkerekűt, az ki se kellett fizetni. Húsvét nyuszi meghozta a kis rózsaszín kerékpárt, és hát úgy alakult a helyzet, hogy a boró elment. És én ezt telefonon értesített a Virág, pont egy Balatonkört tekertem, és akkor megfogalmazódott bennem, nagyon szomorú volt az a nap, és megfogalmazódott bennem, hogy ezen a napon én körbetekerem a Balatont, és ezt elnevezem emlékezés borókára Balatonkörnek. Nem gondoltam arra, hogy én most többet magammal vagy, de én egyedül, tehát egyedül tekertem körbe, azt a fogadást is egyedül nyertem meg, de az lett belőle, létrehoztam egy eseményt a Facebookon, az lett belőle, hogy nagyon sokan csatlakoztak hozzá. És akkor felmerült a dolog, hogy jó, egy év múlva lesz, de hát mi lenne, ha gyűjtenénk valami adományt. És hát ugye időjárás függ ez az egész dolog, a Balaton tekerés egy nagyon komoly dolog, tehát azért valaki le tudja tekerni 6 óra alatt, valaki 16 óra alatt tekeri le, csatlakoztak hozzánk trekkingesek, országútisok, különböző bringákkal, nem lehet mindenkivel Balatonkör tekerni, ezért nagyon sokat dilemáztunk a Zsoltékkal, ugye mindenképpen akartam beszélni, hogy kinek gyűjtsünk pénzt, mennyi pénzt, hogy legyen, mi legyen, még nem csináltunk ilyet. És akkor két nappal a rendezvény előtt variáltunk még a napon is, vagy egy héttel előtte, mert hogy jó idő, rossz idő, volt futóverseny is Fonyódon szombatra, nem lesz jó, mi legyen, hogy legyen, na kitaláltuk vasárnap, a Katinak, a tekerklubos társamnak volt egy jó ötlete, a Tulip Garden, a tulipánnal, az pont szőlősgyörök. Akkor nyílt.
ne legyen, igen, akkor nyílt, ne legyen, tehát pillanatok alatt össze tudtuk rakni azt a dolgot, hogy ami kialakult, hogy ne Balatonkör legyen, hanem rövidebb, két táv legyen, de ezt majd Zsolt el fogja mondani, hogy hogy. Én, ami ránk vonatkozott az, hogy elindulunk innen Fonyódról, ide jön az alapítvány, és akkor Fonyód 80 kilométeres körrel pedig Marcali fele, Marcali érintésével Szőlősgyörök, ott a Tulip Garden, a Mátrai Zoltán nagyon rendes volt, tényleg mindenkinek egy szál tulipánt, amit egy nagy csokorba vittünk fel az emlékhelyre, de innentől folytasd te, mert ez. Látjuk ennek az eseménynek a fotóit a televízión. Hogy alakult ki akkor a két útvonal? Hát ez úgy alakult ki, hogy ugye két különböző stílusú biciklisgárda volt, nagyon sok amatőr volt, aki igazándiból nem hosszú távhoz volt szokva, ezért osztottuk meg a Csabival, hogy akik gyorsasági biciklivel szeretnének menni, azok mennek egy nagyobb kört, akik viszont amatőrök és kevesebbet bírnak, azok egy kisebbet. Azokkal mentem én a Csisztai úton, a Berken keresztül mentünk át földutakon Györökbe. És így volt. És még csak annyit az Euraquil alapítványról, hogy azért is esett rá választásunk, mert személyesen ismerjük a működését, tehát elég jól beleláttunk. És az Euraquil alapítványnak az egyik alapító tagja, fonyódi származású, dr. Ottófi Gábor, aki az osztálynak egyébként a vezetője. És őket tartottuk érdemesnek arra, hogy támogassuk. Meg főleg azt, hogy tudjuk, hogy mivel foglalkoznak, milyen tevékenységgel. Ezen kívül én is szeretném megköszönni a Tekerkóknak, Zsiga Csabának, Mézgár Katalinnak és a Tulip Garden vezetőjének, Mátrai Zoltánnak a közönműködését és a segítségét. És nagyon remélem, hogy egy nagyon szép és tartalmas napot töltöttünk együtt, amiben bízom, hogy lesz folytatása. Hagyományteremtő céllal hoztátok tehát létre ezt az eseményt, hogy minden évben legyen, és említettétek azt is, hogy Fonyódon ennek az összefogásnak voltak már előzményei, de itt nem csak fonyódiak vettek részt. Nem. Ugye az országúti kerékpáros csoport, a különböző bringás csoportok vannak a Facebookon, és ott nyomon követték ezt az eseményt a kis videókkal kapcsolatban is, és szájhagyomány útján terjedt ez a dolog, és hú, hát rengetegen akartak csatlakozni. Rengetegen csatlakoztak is, de mindenki eljött volna, aki el akart, akkor nem is tudunk, tehát akkor nem fértünk volna el. Nyilván ez a cél, hogy jövőre ez így lesz, az időjárás, minden, kicsit szervezettebb lesz a dolog. A Mátrai Zoltán tényleg nagyon rendes volt, és kitaláltuk azt, hogy jövőre sem lesz Balatonkör, mert nagyon, nagyon hosszú, ezek a körök, ezek tökéletesek, és ott lesz egy össznépi összejövetel a Tulip Gardenben, akkor majd igazítjuk egy-két nap ide vagy oda, ugye nem lehet ez pontosan a napján, mert lehet, hogy az hétköznapra esik, időjárás függő is a dolog, egy-két hét előtte már lehet látni, ott akkor főzünk valamit, lesz egy normális étkezés, megérkezéskor, és utána együtt megyünk fel az emlékhelyre, ami tényleg egy csoda. Úgyhogy ezúton szeretném én is megköszönni mindenkinek, aki támogatta ezt a dolgot, mert úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy egy kicsit ilyen hirtelen szervezés volt, nagyon jó sikerült, és jövőre még jobb lesz. Ez biztos. Az induláskor én is ott voltam, és ha szabad ezt hozzáfűznöm, a szomorú apropó és a jótékony cél mellett egy különleges hangulatot tapasztaltam. Ti hogy éltétek ezt meg? Hát most azért mondom én, mert erről beszélgettünk, hogy mi azt szerettük volna kommunikálni ebbe a tekerésbe, hogy nem a gyász, a sírás és a szomorúság lesz az egésznek a lényege, hanem az, hogy a borót ne felejtsük el soha, és legyen valami nemes cél mindig. Az ő nevéhez kapcsolódóan. Igen, igazából így most a boróka, mint egy kis szent, mint egy angyalka, úgy fog részt venni ebbe a dologba, és ez a boró tekerés, ez mindig valami nemes célt fog szolgálni. Az, ami minket még motivált ebbe, mi tényleg még egyszer kihangsúlyoznám, hogy rengeteg segítséget kaptunk. És valahol egy kicsit úgy is érezzük, hogy tovább kell adnunk. És ha bármibe, ilyenek szervezésébe,
amiben bárkinek tudunk segíteni, hasonló helyzet lévő családoknak, gyerekeknek, az számunkra most nagyon fontos. És ha már itt tartunk, végül is hogy sikerült az alapítványt segíteni? Nagyon jó volt a visszajelzés. Közel 300 ezer forintot gyűjtöttünk össze, úgyhogy nem voltunk olyan nagyon-nagyon sokan. Voltak, akik nagyobb összeggel, nagyobb átutalással támogattak minket, mint például a Nagykarizsai Teker Egyesület. Ők nem tudtak eljönni, mert rövid volt már az időtartalom a megszervezésére, hogy mindenkit el tudjanak hozni. De jövőre mindenképpen részt vesznek a dologba. De akik nem jöttek el, azok utaltak. Ezért volt a bankszámlaszám, és így több mint 300 ezer forint gyűlt össze. Ahogy tudom. Igen. Beszéltünk róla, hogy lesz folytatás. Végezetül azt mondjuk el, hogy ha valaki akár az adás alapján gondolja azt, hogy szeretne részt venni akár jövőre, honnan fog tudni tájékozódni az eseményről? Hát a Facebook oldalon ezt az eseményt ezt folyamatosan most meg fogjuk újítani, kiegészítve a hozzá csatlakozott dolgokkal. És ami változtatni fogunk biztosan, tehát időpont, változás, de úgy egy hónap áprilisban lesz, és egy hónappal előtte már azért úgy kezdjük komolyan megszervezni, és mindenki hallani fog róla. Úgyhogy figyeljék a Facebook oldalat, az eseményt, ennyi. És annyit szeretnék hozzátenni, hogy az Eurapil Alapítvány nevében is a hölgy, aki itt képviselte az alapítványt, ő is támogatását biztosította, hogy fognak segíteni a szervezésben és a propagálásában, akár szélesebb körbe is a jövőre nézve. Mert ez tényleg nagyon gyorsan jött a végén, ahogy ők is belekerültek, úgyhogy nem nagyon volt idő, meg mi se tudtuk, egy egészséges várakozással voltunk az esemény előtt, hogy mi születik meg ebből. És azt gondolom, hogy az alapok jó. A szervezéshez pedig majd jó munkát kívánok, Muszti Zsoltnak és Zsiga Csabának köszönjük szépen. Köszönjük szépen mi is. Köszönjük szépen. A nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, a viszontlátásra.